Charlie történetet, azt még meséld egy gyorsan. A csárlék valahol fölléptek ott a broadway -a, csak ugye kint voltak, és magyarul beszélgettek, és akkor mondja, hogy hát ó, hát menjünk be ide, és akkor mondja a menedzser, ó, hát nincs senki bent, ez egy délelőtt volt. Azt mondja a Charlie, hát azt azért menjünk be, mert most nincs senki, bemegyünk hárman, leszünk hárman. Hát és akkor bejöttek, és akkor hát ugye köszöntem neki, mert már én ismertem, azért találkoztunk a second még akkor élt a bologferi, és tehát ők jó barátok voltak, járt ki hozzájuk mindenet, hát és akkor ott egyszer találkoztam velük, és hát mondom, szevas Charlie, hogy vagy, nézett rám, hirtelen magyar étteremben többen hát olasz de magyar tulajdonosokkal. Azt jön ne arra hogy ezt szóval nem ismerlek ki, vagy mondom, letörődj, én ismerlek azt. <laughs> és akkor egy gitárs, azt mondja, nézd meg még föl is van hangolva, akkor játszottak ott valamit bent.